édesapának ezt. Ebben a mesében a gyíkocska segített a legifjabb királyfinak a próba teljesítésében. A gyerekek jelmezbe bújva el is játszották a hallottakat. Volt három fiú, meg egy lány volt, és akkor abban a három fiú szerelmes volt. Volt nekik három próbájuk, hogyha ezt a három próbát teljesítik, hozzámehet az egyikük a lányhoz. A szerepjáték mellett rajzoltak is a résztvevők, mindig az adott mese főszereplője került a papírra. Az volt a feladat, hogy csináljunk egy macskás rajzot, és rajzoljunk valamit az egyik meséről. A tábort mesepedagógus vezeti, akinek az a célja, hogy minél több népmesét ismerjenek és szeressenek meg a gyerekek. A népmesetábor 5 napos, és a gyerekek ismerkednek azzal, hogy hagyományos, élőszavas népmesemondásban van részük. Tehát például ma már 3 mesét hallottak így, és az lenne a cél, hogy meseszövésen keresztül ők is a következő napokban már próbáljanak mesét mondani együtt, tehát nem az, hogy egyedül álljon ki és mondja el a mesét egy gyerek, hanem hogy szövés alapján. A meseszövést alapozzák meg a drámajátékok, a csapatépítő feladatok és a kézműves foglalkozások is. Helyszíneket, szereplőket, hangulatokat idéznek meg a gyerekek. A mesetábor jól illeszkedik a Mincentineum pedagógiai programjába. Most egy kis csavart vittünk itt a Mincentineum életében. Múlt héten Sziszi életével ismerkedhettek a gyerekek, most viszont a népmesék világába varázsoljuk őket. Bízunk benne, hogy az itt lévő gyerekek örömmel gondolnak majd vissza a tábor végén ezekre a foglalkozásokra, és örömmel térnek majd vissza, amikor majd már a kiállításokkal is meg tudnak ismerkedni. Minden nap más típusú mesék várják a kicsiket a táborban. A tündérek, boszorkányok és csodalények mellett Mátyás király történetei is megelevenednek.